sikerült a győzelem a Vasas ellen. Hogyan értékelnél a találkozón? Úgy érzem, hogy végig az történt a mérkőzésen, amit mi szerettünk volna. Végig tudtuk irányítani a meccset. Nyugodtabban tudtunk valamivel játszani, mert azért kiesés ellen mégiscsak nyomasztóbb lehet. Ez is szerintem ugye befolyásolt a mérkőzést, és szerencsére egy jó eredmény született számunkra. Hát egy alari bárdorolt a gólkirály cím. Örülök neki, hogy itt a Honvédon belül maradt. Évelején mindenki kérdezgette, hogy gólkirály akarok lenni. Nem sikerült, azért rúgtam 14 gólt, és a csatártársam gólkirály lett. Ketten együtt rúgtunk, azt hiszem, mennyi? 32? 18 lett a Lenze? Te meg 14. Igen, igen. Ketten rúgtunk 32 gólt. Gratulálok neki. Ez a negyedik hely, ez nagyon jó eredmény, úgy érzem a tavaly év után. Jobb lett volna a harmadik, mert akkor még érmet is kapunk. De azt nézzük, hogy azzal is Európa Liga indulás van, meg ezzel is, akkor úgymond nem számít. A mérkőzés közben figyeltétek a többi találkozó eredményét, alakulását? Hát akik ugye nem voltak a pályán, azok biztos követték azért, hogy mi a helyzet a többi pályán. Mi a pályán nem tudtuk belül ezeket követni. De megvan az Európa Liga indulás. Mit vársz a csapattól? Szerinted mire lehet képes a nemzetközi porondon a Honvéd? Igen, hát ez célunk volt, hogy idén is kijussunk Európába. Sorsolás függő is ez az egész, de remélem, hogy tudunk menni egy pár kört. Talán ez reálisabb, hogy az Európa Ligában vitézkedjünk, nem a Bajnokok Ligájába, de majd meglátjuk. Ez a jövő zenéje, megnézzük, hogy milyen csapatot kapunk. Azért biztos, hogy lesz változás a keretben. A tavalyhoz is képest elég sok volt, hát meglátjuk, hogy mire lesz képes ez a csapat. Ugye tavaly bajnoki címet ünnepelt a csapat, idén teljesen más célokért kellett. Hogyan élted meg ezt a szezont? Hát a tavalyi év az egy nagyon kiugró év volt számunkra. Nem gondolom, hogy idén is azt kellett kitűznünk célul, hogy bajnokok legyünk, vagy megvédjük azt a címet. Úgy gondolom, hogy ugye ez volt a célunk szezon előtt, hogy ismét Európába kijussunk, ezt elértük, úgyhogy igazából ennyi. Kihozta a csapat a maximumot? Hogy érzed? Hát egy kis hiányérzetem azért van, volt egy-két mérkőzés, amit nagyon elrontottunk. A harmadik hely meg lehetett volna, hogy egy kicsit jobban sikerül egy-két meccs, úgyhogy egy kis hiányérzet van, de ez az Európa Liga indulás egy kicsit megmentette a szezont. Ha mész csak külföldre, szóval? Én mindenképpen külföldre szeretnék menni, igen. És ez mennyire is lehetőség ez a Lengyelországban? Hát fél évig van szerződésem, én úgy gondolom, hogy reális lehetőség. Majd meglátjuk, hogy mit az a jövő. Nekem ez a tervem, ez a cél, hogy külföldre menjek. Én amikor itt voltam a Honvédban, maximumot adtam mindig. Úgy érzem a szurkolók részéről is, hogy szerettek engem, és nagyon sokat köszönhetek nekik. Szóval majd meglátjuk a jövőt.